A távolság meghatározásához a rendszer az előső és a hátsó lökhárítókon elhelyezett ultrahangos érzékelőket használja. A rendszer hangjelzésekkel figyelmezteti Önt, amelyek gyakoribbá válnak, amikor az akadály közelebb kerül. A jármű környezetét a multimédiás képernyőn is megtekintheti. A zöld területek azt jelzik, hogy az akadály nagyobb távolságra van, de ahogy közeledik, az narancssárgára változik. Ha az akadály már csak kb. 30 cm-re van a gépkocsijától, egy folyamatos sípszó szólal meg, a kijelölt terület pedig pirosra változik. Ne feledje, hogy ez a rendszer csak abban az esetben működik, ha 10 km/h sebességnél lassabban vezet, illetve ha az előre vagy a hátré menetfokozat van kiválasztva. A parkolást segítő rendszer bizonyos beállításai a multimédiás képernyőről módosíthatók. Válassza ki a gépkocsi beállításai, parkolást segítő rendszer, majd az akadály észlelése lehetőséget. Ezt követően beállíthatja vagy kikapcsolhatja a figyelmeztető hangjelzést, illetve be- és kikapcsolhatja az akadályok észlelését. Ha a gépkocsi nincs felszerelve multimédiás kijelzővel, a figyelmeztető hangjelzés kikapcsolásához első lépésként álljon meg a gépkocsival, majd ennek a kapcsolónak a többszöri megnyomásával nyissa meg a gépkocsi menüpontot, majd a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. Ezt követően a gomb felső vagy az alsó részét használva navigáljon a beállítások menüpontra. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. Az előző eljárást követve navigáljon a parkolást segítő rendszer menüpontra, majd erősítse meg a kiválasztást. Válassza a sípszó hangereje lehetőséget, majd ezeknek a gomboknak a használatával növelje vagy csökkentse a figyelmeztető sípszó hangerejét, vagy kapcsolja ki azt. A rendszer megfelelő működése érdekében biztosítsa, hogy az ultrahangos érzékelőkön ne legyenek szennyeződések, például sár vagy hó. Végezetül ne feledje, hogy ez a funkció olyan kiegészítő támogatás, amely nem helyettesítheti a járművezető éberségét. A manőverezés során mindig figyeljen oda az esetlegesen hirtelen bekövetkező eseményekre, illetve az olyan kisebb akadályokra, amelyeket az érzékelők nem feltétlenül érzékelnek.